Harmadik alkalommal adták át a Média a Tehetségekért díjat olyan újságíróknak, akik segítettek abban, hogy ígéretes fiatalokat ismerhessen meg a nyilvánosság. Gáborné Ház Andrea, az Új Európa Alapítvány ügyvezetője vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt gondolná az ember, hogy ez egy kifejezetten hálás feladat egy újságírónak, olyan fiatal tehetségeket bemutatni, megtalálni, akik izgalmasak, akiket még nem unnak a nézők, olvasók, és éppen ezért talán nem is kell ezt külön megdicsérni. De abból, hogy önök díjat alapítanak, mégis arra következtete, hogy mégsem olyan egyszerű ez a magyar sajtóban? Tehát, hogy nem foglalkozunk eléggé az új tehetségekkel? A mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy nem. Tehát általában az újságírók azokat kedvelik, akik már befutottak, akiknek már nagyon biztosan jó eredményeik vannak, és inkább őket szeretik bemutatni. Mi viszont, akik a fiatal tehetségek támogatásával, felkorolásával foglalkozunk komplexebb módon, látjuk, hogy ezeknek a fiataloknak is nagyon nagy szüksége van arra, hogy egyrészt megismerjék őket, hiszen ez a további pályafutásukat, a kibontakozásukat tudja segíteni. Másrészt nekik is meg kell tanulni, szerepelni a médiában, kezelni ezeket a kapcsolatokat, tehát ez egyfajta tanulási folyamat lehet számukra is. És mi bízunk abban, hogy ezzel a díjjal, ezért is hoztuk létre 3 évvel ezelőtt, hogy föl tudjuk hívni az újságírók figyelmét, hogy fontos ezekkel a fiatalokkal foglalkozni, és bátorítani szeretnénk őket, hogy legyenek partnerek ebben a felfedező munkában, amire mi is vállalkoztunk. Pályázni kellett a díjra, és ez több mint 80-an azért megtették, vagy legalábbis 80 pályamunka volt. Mi az, amit a zsűri ilyenkor szempontként értékelt, hogy kik azok, akik a leginkább méltóak voltak erre? Azt nézték inkább, hogy ki volt a tehetség, akit megtalált, bemutatott egy újságíró, vagy magának az interjúnak, cikknek a színvonalát? Mind a kettőt igazából, de a második volt fontosabb. Tehát egyrészt vannak objektív paraméterek, tehát 25 év alatti fiatalt kell bemutatni. Január 1 és október 31-ek között kellett publikálni ezt a cikket vagy összeállítást. És fontos az, hogy figyelemfelkeltő legyen, hogy példaértékű legyen az a fiatal, akit be tudnak mutatni, de ugyanakkor újságírói szempontokat vettek figyelembe, tehát hogy hogy van bemutatva, milyen a kérdésfeltevés, milyen a vágás, milyen a fényelés, tehát ami nagyon szépé, élvezhetővé és minden szempontból elfogadhatóvá teszi azt az interjút. 25 év alatti fiatal, hiszen Magyarországon nagyon gyakran lehet valaki 26, 7, 8, akár 30 éves korában is még ismeretlen, pályakezdő. És valóban meg kellett húzni a határt, igazából mi ezt találtuk egy ilyen objektív vonalnak. Mi alapvetően 18 év alatti fiatalokat támogatunk egyébként, tehát az egész tehetségportfóliunk, ha lehet így mondani, akkor ebből indul ki 10 és 18 év közötti fiatalok. Tehát sportban ez az utánpótlás korosztály, és művészettudomány területén pedig mondjuk a középiskolás sokkal kiképpen még készülnek, vagy felvételi előtt állnak. És pár fiatal van, akit még utána elkísérünk egy klasszis program keretében a további pályafutásán. De úgy látjuk, hogy 25 éves korukra azért azok, akik tényleg komoly teljesítményt fognak nyújtani, azok már elérték azt, hogy érdemes velük foglalkozni, érdemes felhívni rájuk a figyelmet. Például kiket említene azok közül, akikkel kapcsolatban most díjat nyertek újságírók? Nagyon érdekes volt annak az indexes interjúnak a története, ami az online kategóriában nyert, 100 Barna készítette, aki egy saját bevallása szerint nagyon nehéz videóvágással teli nap után szörfölt az interneten, és rábukkant egy Amerikában élő váradi nevezetű fiatalemberre, aki neve alapján véletlenül magyar volt. Utána ment, és kiderült, hogy tényleg a felvidékről származik a fiú, a családjával kitelepült, és ez egy most egy nagyon befutott jazz gitáros már, annak ellenére, hogy még csak 16 éves. De van olyan újságíró, például a Kossuth Rádió munkatársa, Tarnóczy László, aki a 19 éves színházi rendezőnek készülő fiatalemberrel készített interjút, aki viszont évek óta követi ennek a fiúnak a pályafutását, és már látja, hogy tényleg sok minden van benne, és hogy nagyon komoly rendezői munkái voltak már a középiskolás évek alatt. Említette, hogy tehetségportfóliójuk van, nem csak újságírókat díjaznak, de például tanárokat is, sőt, ha jól tudom, akkor mostanában lehet jelölni erre a díjra. Így van, foglalkozunk tehát azokkal a tanárokkal, edzőkkel is, akik felfedezik, megtalálják a fiatalokat, és akik elindítják őket a pályán, mert ezeknek a tanároknak, edzőknek nagyon komoly szerepe van abban, hogy ki milyen teljesítményt ér el. Ez a MOL tehetséggondozási díj, amire december 31-ig várjuk online a jelöléseket az újeuropaalapítvány.hu oldalon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.